Mióta vagyok az operában? 1988 óta. Rögtön a világosítókhoz jöttem. De az Erkel Színház is hozzánk tartozik, úgy most éppen 41-en vagyunk. Világosítók és hangosítók is együtt. Vannak, akik különböző színpadi munkákat végeznek, vannak fényszabályzókezelő, utána fővilágosító, meg a világítási tárvezető. Ha lekapcsoljuk a villanyt, akkor rögtön látod, hogy nem lát semmit, mert azt teszi élővé magát az egész előadást. Azon kívül persze, amit a színészek, meg az énekesek, meg a balettáncosok csinálnak. Valamikor mind a 21-en itt vagyunk, valamikor elég 10-12 ember. Az a fényszabályzókezelő, ott dolgoznak a fővilágosító, pluszba oda szoktak bejönni a rendezők, a koreográfusok, a balettmesterek, és így valamikor így meg is terünk, úgyhogy vagyunk úgy 5-6-an heten. Az ügyelő zenei helyekre adja a jelet, nekünk egy ilyen sípoló hang jelzi, hogy figyeljünk, és talán nyomjuk a gombot, amikor kell. Onnantól kezdve folyamatosan működnek a lámpák is, meg az előadás is megy tovább. Számomra az Operaház az életem első munkahelye, és mivel szeretem csinálni, remélem az utolsó is.